Az éjszakai országos bajnokság másnapján következett az év utolsó hazai tájfutó megmérettetése, az országos egyesületi váltóbajnokság. Szóval az egyesületi váltó az egész más, mint a más váltóversenyeink, mert itt az egyesületek a különböző korcsoportjaikkal állnak fel, és nagyon jól bizonyítja, hogy kik az egészséges egyesületek, ahol az egész fiataloktól a felnőttekig minden korosztály megvan. Itt csak azok tudnak eredményesek lenni, akik utánpótlás nevelésben is jók, és ez nagyon szépen visszahozza. Úgyhogy egyedi egyébként, amennyire tudom, hogy Magyarországon ilyen van, de én nagyon jónak tartom, hogy milyen bajnokságot tartunk. Tömegrajttal indul a verseny, kicsit nehéz áttekinteni, mert a férfi és a női váltók 5 fősek, a szenior váltók 4 fősek, nőknél 3 fősek, tehát egy kicsit nehéz követni, de azért követhető, és a fiatal korosztályok kezdik a versenyt, és aztán egyre emelkedően a felnőttek zárják, tehát végül is egyre fokozódó izgalmak várhatók, és egyre gyorsabb futók, és egyre profibb teljesítmények, tehát ilyen értelemben ez a nézők is egy nagyon izgalmas versenyszám. Az előző estivel azonos terepen, de másik célhelyen rendezték meg a versenyt, ahol látványosan meg lehetett oldani az átfutást és a váltást. Az egyesületi váltó az egy különleges versenyszám a tájfutásnak, mert itt különböző korosztályú versenyzők futnak egy váltóban, és ebből következően ugye különböző tudásszintűek is ezek a versenyzők, ugye egy 14 éves és egy felnőtt versenyző tudásszintje között nagyon nagy különbség van, és mégis úgy kell egy váltópályát kialakítani, hogy mindenkinek megfelelő legyen, és a szükséges variációk, kombinációk is benne legyenek a pályában, úgyhogy ez azért egy nehézséget ad. Azt gondolom, hogy ez a terület egy nagyon jó helyszín erre, mert a sok szabdalt völgy és a sok viszonylag meredek domboldal jó lehetőséget ad arra, hogy különböző útvonalakat választanak a versenyzők, és ezzel is nehezebbé válik egy kicsit a feladat. A női kategóriában a címvédő Hegyvidék MOM váltója idén is rajtcélgyőzelmet aratott. Minden kör végén ők álltak az élen, de a veszprémi honvéd ezúttal 2 percen belül végzett mögöttük. Ez a korábbi évekhez képest szoros eredmény. A tabáni Spartacus 3. helyen érkező váltója már majdnem 12 percre leszakadt a vezető páros mögött. A pálya elején nagyon-nagyon tetszett, az egyszerű volt, utána a közepén ért engem a sérülés, és ez teljesen kizökkentett engem, meg közben végig nehéz volt koncentrálnom, mert tudtam, hogy mögöttem rövidesen akár beérhet a következő csapat, és sajnos a koncentrációm széthullott teljesen, így halmoztam a hibákat, de itt a befutópontnál gyorsan ránéztem a klubtársaimra, hogy 3. helyen vagyok, hogy mennyire kell még megnyomnom, és hogy mennyire örüljek ezen a befutón, és jelezték nekem a sikert, szóval az öröm az elöntött engem rögtön. A férfiaknál is papírforma címvédés történt a tabáni Spartacus révén, akiknek már a 2. kör végén 7 perc volt az előnyük. Hát nehezebb volt, mint tegnap szerintem. Jó volt a terep, fáradt voltam, meg kicsit hányingerem volt, meg egy ponton be is szúrt az oldalom, úgyhogy nem ment annyira jól, de nagyot nem hibáztam. A dobogó alsóbb fokaira körről körre előrébb kerülve a Szegedi Vasutas és a PVSK, István Ágoston, Benke Somorjai Dávid, Erki Ármin, Sauermann Barnabás, Baumholzer Máté összeállítású csapata ért oda. A Tipó KTE váltója a 4. helyen zárt. Most jöttem be a 4. helyre, elég futós, kemény volt a pálya sok-sok mászással, főleg fizikailag volt kemény, szerencsére semmit sem hibáztam. Az előttem kimenő 2 futót találkoztam, de más irányba túrták a bozótot, mint amire a pont volt, úgyhogy hamar ott hagytam őket. Igazából a tegnaptól egy kicsit azért fáradt vagyok, remélem Tominak jól sikerül majd a futás. Nem számítottunk olyan sokra, most nem a legerősebb csapattal vagyunk itt, de itt vagyunk és küzdünk, és igyekszünk minél jobbak lenni. A PVSK Turcsánné Cseh Erzsébet, Bótor Barbara, Vinicainé Kovács Ildikó, szenior női váltója országos bajnok lett.